úton vagyunk Zebegénybe, itt vagyunk már a Dunakanyarban, mint hogyha most indultunk volna, erre mondja Ati, hogy már csak pár perc, és ott is vagyunk a szállodában. Én egyébként, amint ezt láthatjátok, itt van az elemben a laptopon, minden utazást azzal töltök, hogy dolgozok egy picit, így gyakorlatilag tök időhatékonyan tudom tölteni az utazással töltött időszakot, úgyhogy ez a kicsit több mint egy óra nagyon gyorsan elrepült, ő a sofőr. Hála jó Istennek, már van jogosítványa, úgyhogy nem nekem kell vezetni. Már elég régen van, tehát az utóbbi években nem te vezettél. Úgyhogy... Jó, de régen én vezettem, nem igen, igaz? Egy ideig te vezettél. Igen, igen, szóval igen, ez központi kérdés volt nálunk, aztán utána szerencsére át tudtam adni az irányítást neki, úgyhogy innentől kezdve én ki tudom használni az időt. Nem sokára itt vagyunk, egyébként gyönyörű szép napsütés és az időnk, szerintem nem tudom, ilyen 13-15 fok lehet, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a szállodára, mert nem voltunk még itt, most kezdjük el felfedezni a belföldi helyeket, hogy nem lehet külföldre menni, és állítólag nagyon-nagyon szép, de majd úgyis, hogy odaérünk, akkor körbe mutatom nektek. Meg is érkeztünk, egy lest foglaltunk magunknak, körbe is vezetlek titeket, nagyon menő, itt van egy kis teraszunk, és hogyha erre jövök, próbálom nektek megmutatni a kilátást is, itt befordítom a kamerát, nem tudom mennyire látszik, majd készítek fotót is, ott van lenn a szaunánk, és egyébként a csodálatos Dunakanyarra néz, úgyhogy nagyon-nagyon szuper. Most megnézem a fürdőszobát is, mert elvileg itt van egy panorámakád, amiből szintén szuper a kilátás, itt a kádunk. És megmutatom még a teraszt. Úgyhogy ez nem a szálloda részben van, hanem itt egy ilyen kis különálló kis bungalló. Hello! Nagyon-nagyon hangulatos egyébként, pont egy ilyen tökéletes, elvonulós kis hely szerintem. Pont azért szeretjük az ilyen helyeket, mert a zsúfolt szállodáknak egy az, hogy a jelen helyzetben sem vagyunk a híve, meg egyébként sem nem szeretjük a túl nagy tömeget, úgyhogy mindig próbálunk ilyen helyeket találni, ami azért luxus, de azért elvonulós, azért kettesben is tudunk lenni, de van étterem, meg egy pár ilyen fakultatív dolog, amit itt igénybe lehet venni, úgyhogy nagyon-nagyon jó választás volt így látatlanba is. Egyébként egy barátnőnk ajánlotta, úgyhogy biztos, hogy még ide vissza fogunk térni. De megyek is, kipakolok. Sziasztok! Egy kicsit borús az idő, de ez minket cseppet sem zavar, mert ahogy láthatjátok, itt egy szuper jacuzziban ülünk éppen, amire lehetett időpontot foglalni, szaunára, masszázsra is, illetve pezsgőfürdőre. Tegnap esténk nagyon jól telt, egy nagyon szuper vacsorában volt részünk, másfél óráig tartott, és nagyon finom falatokat szolgáltak föl, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, és főleg az, hogy igazából a telefonunkat sem nagyon vettük elő a vacsora alatt, úgyhogy volt időnk egy csomót beszélgetni. Javaslom egyébként minden párnak, hogyha így elvonul, akkor ezt próbálja ki, hogy nem a telefonját pörgeti már 10 perc után a vacsora asztalnál, hanem próbáljatok meg valami értelmesről beszélgetni. Mi például nosztalgiáztunk egy csomót, hogy ismerkedtünk meg hogy milyen élmények értek minket régen, amikor még ketten voltunk, és még nem volt meg Leni, merre utazgattunk, milyen volt az első randi. Nagyon-nagyon jó érzés volt ezekre visszagondolni, nagyon jól aludtunk. Szuper az, hogy olyan zsalugáter van a szobán, ami nekem gyenge pontom, hogy teljesen sötétet lehet csinálni. Én nagyon háklis vagyok az alvásra, nekem ez ilyen központi kérdés, hogy ezt már a videókból tudhatjátok. Úgyhogy nagyon örültem ennek, nagyon aludtunk, egy szuper kis reggelink volt, és akkor ma ilyen pihenős, wellnessezős nap van. Egyébként nincs tévé a szobában, ami külön jó, mert azért az ember hajlamos benyomni azt a tévét, amikor ott van, és ott a kísértés, főleg, hogyha így pihen, így azért sokkal jobban lehet pihenni, azt gondolom, hogyha inkább olvas az ember, vagy beszélget. Holnapra jobb időt mondanak, úgyhogy holnap tervezzük azt, hogy egy picit elmegyünk kirándulni, körülnézünk itt a környéken, remélem, hogy szép lesz a napsütés, és
állítólag csodás innen a naplemente, amit nagyon várunk, hogy lássunk. Ez ma nem fog bekövetkezni, de holnap reméljük, hogy ebben az élményben is részünk lesz. Sziasztok! Itt vagyunk Sziasztok. A harmadik napon, és ahogy azt láthatjátok, végre kisütött a nap, és el tudtunk jönni kirándulni. Most már az indulástól számítva 8. kilométernél tartunk, másfél órát túráztunk eddig, és a Julianus királytóba megyünk. Igen, Zebegényből indultunk, Nagymarosról is lehet indulni, mind a két oldalról meg lehet közelíteni. Tegnap szakadt az eső, hát nem szakadt, de esett, és most hatalmas pára van, meg köd, és ilyen dolgokat lehet látni az erdőben, mint ami mögöttünk van, tehát ez valami elképesztő. És egyébként iszonyat jó idő van, ilyen 12 fok körül, tehát ahogy látjátok, jó, mondjuk most már szakad rólunk a víz, mert azért olyan tempóval gyalogoltunk, de nagyon-nagyon jó idő van, tényleg ilyen 10-12 fok, gyönyörű, szikrázó napsütés, köd, nagyon nagy csönd van, egyetlen egy emberrel nem találkoztunk, és gyönyörű az erdő, amint igen, azt láthatjátok. Elképesztő. Elvileg most még egy olyan 2-300 méter, ugye? Igen. És oda is érünk, úgyhogy fönn találkozunk, és ismét beköszönünk majd nektek. Sziasztok! Hello! Sziasztok. Hát itt is vagyunk. A 200 méterből, amit ígért Ati nekem, lett 2 kilométer, mert eltérített. Nem, fölvittelek a környék legmagasabb pontjára, és el is helyeztük a kis kövünket a Remetehegyen, kis Remetehegy talán, vagy nem is tudom mi a neve, és belevistük egy kőbe a monogramunkat, úgyhogy... Igen, most úgy adja elő, mintha ez direkt a terv része lett volna, de nem, tehát fölkaptattunk egy ilyen életveszélyes útszakaszon. Nem volt életveszélyes. Na mindegy, lényeg de az, hogy itt vagyunk. De hogyha arra jártok, akkor láthatjátok a kövünket, ha addig nem viszik el, tehát ott van a 484 méteren, vagy 490 méteren ott van fönt, úgyhogy... Igen, úgyhogy most végül itt vagyunk a Julianus kilátóban, megtaláltuk. Nagyon kemény a köd, ahogy kinéz, elképesztően szép. Itt nézzetek körbe, megmutatjuk nektek, hogy mi látható. És hát gyakorlatilag, akárhogy is nézzük, 12 kilométernél tartunk most. És innen fogunk még ugye visszasétálni. Most már, hát szerintem egy másfél óra múlva elkezd sötétedni, nem? Kb. Igen, hát addigra nagyjából visszaérünk Zebegénybe. Addigra nagyjából visszaérünk, úgyhogy tökéletes az idő, megvan a már itt látszik a Duna egy picit, hogyha erre nézzünk. Hát egy nagyon picit, igen, ott hátul. Akkor ott lent, ott egy picit látszik. Szóval itt tényleg olyan, mintha felhők fölött lennénk. Nagyon szép. Úgyhogy most elkezdünk lefele gyalogolni, elvileg lefele már könnyebb lesz, de nem biztos, mert azért eléggé csúszott a terep, úgyhogy a túrabakancsot jó, hogy hoztuk, arra nélkül nem lehetett volna följönni, úgyhogy lefele meg majd óvatosan kell menni a kövek miatt. Már megvoltak is ebédünk is a legmagasabb pontján a hegyen. Ati egyébként mindig kinevet engem, mert amikor elindulunk kirándulni, akkor én mindig csomagolok italt, ételt, banánt, műzli szeletet, magokat, és mindig mondja, hogy 3 napra jövünk, hogy ennyi kaját kell hozni, de most bezzeg jó volt, hogy hoztam mert a kaját. Mert 3 óránként teszel azért. Leesik a vércukorszint, aztán durcásak leszünk. Hát jó, de azért te is megetted, amit hoztam. Megettem, de ha nem ettem volna meg, akkor sincs baj. Na sziasztok, megyünk hello, vissza. Sziasztok. Amint azt láthatjátok, újra itthon, véget ért ez a csodálatos 3 nap, tényleg fantasztikus volt, biztos, hogy vissza fogunk még menni, amikor egy picit jobb az idő, és többet lehet kirándulni, többet lehet a szabadban lenni, lehet, hogy akár még Lennivel is vissza fogunk menni. Most azonban véget ért ez a kis kiruccanás, és visszatérünk a normál kerékvágásba, folytatódik a kis életünk. Hogyha tetszett ez a kis úti beszámoló, akkor nyugodtan kommentelj, vagy nyomj egy lájkot, vagy kövess be a csatornánkat, mert biztos, hogy a jövőben még szolgálunk ilyesfajta érdekességekkel. Köszönöm, hogy velünk tartottatok.